4 fejlesztésre nyújtott be pályázatot idén az önkormányzat Várongon. Az egyik a Mező és a Béke utca előregedett útburkolatának felújítása, új aszfaltot szeretnének az érintett szakaszokon. Temetőben útépítés, egy urnafalépítés és egy parkoló építése lenne nagyon fontos, mert ugye nincs szilárd burkolat út a temetőben, és ez már évek óta gond, és megpróbáltuk, hogy ezt megoldjuk. És a másik az urnafal, egyre többen temetkeznek urnába, mert drága a temetés, és azért kellene egy urnafalat építenünk. A parkoló az meg már persze hozzátartozik, hogy ha út megy, akkor azért már parkolni is kell, mert az autók nem tudnak különben leállni. A másik pedig az egyesület, a Várongért egyesület, ami azt is mondhatnám, hogy össze van nővel kicsit az önkormányzata, egy autóra pályázik, mert vannak olyan gondok, hogy nekünk nincsen falubuszunk, és legalább az egyesületnek lenne, és akkor meg tudjuk oldani. Például itt volt az a pandémia, oltásra vinni az embereket, de vannak egyéb dolgok is, kórházba, vagy esetleg bevásárolni, vagy valakinek valami gondja van, hogy legalább ezt meg tudnánk oldani. A faluban lévő játszótér már 17 éves, ezért a település vezetés egy modern, korszerű elemekkel felszerelt új játszóteret szeretne kialakítani. A településen lévő sportparkot pedig egy kinti pingpongasztallal szerelik fel, amely testmozgásra, szabadidő hasznos eltörtésére kiválóan alkalmas minden korosztálynak. Szuper kis sportparkunk van, de nem csak nekünk, hanem sok faluba. Hát most persze a kihasználtsága nem olyan, mint amilyennek lenni kell, mert nem sok fiatal van Várongon, de azért a középkorosztály az is használja ezt a 20-30 évesek. Hogyha arra gondolunk, hogyha még több turista tud Várongra jönni, akkor ők is le tudnak menni, és nem csak a gyerekek a játszótérre, hanem ez a fitnesspark vagy sportpark is ott lesz, és tudják használni. Nemrégen vettünk még egy ilyen kinti pingpongasztalt, amit oda fogunk főszerelni, még nincs összerakva, amit télen-nyáron esetleg kínhagyhatunk. Nem is egy olcsóság volt, és ugye azt is azért abból a célból vettük, hogy a gyerekek tudjanak sportolni, pingpongozni, meg a vendégek, akik ide a panzióba jönnek, ők is azért tudják ezt használni. Szükség lenne két új ivóvízkút fúrására, ehhez a fejlesztéshez is pályázati lehetőséget szeretnének keresni, mondja Brunner Dezső polgármester. Van vízmű Várongon már régóta, de problémák vannak a vízellátással, hogy nem termel annyi vizet a kút, mint amennyi kellene, és van, mikor vízhiány alakul ki. És kellene fúrni két kutat, Lápafő, Várong, ez ugye valamikor egy TS volt, itt a TS építette ezt a kutat, vagy ő csináltatta, de annak idején át lett adva a vízműnek, és hát nem lett rá fordítva semmi, de inkább olyan gond van, hogy beszakadt a kút, és nem termel annyi vizet, amennyi kellene, ezért azt javasolják a szakemberek, hogy adjunk be pályázatot, így majd közösen, hogy ezt meg tudjuk valósítani, ezt a kutforást, mert később gondjaink lehetnek a vízzel. A településen 3 emberrel működik a hosszú távú közfoglalkoztatás. Ők az önkormányzat tulajdonában lévő konyhakertet művelik. A helyben előállított friss zöldségeket aztán értékesítik. Azért elég jó kis bevételt szokott nekünk lenni. Azt mondhatom, hogy ebből az 1 hektárból kicsit néha több volt, szokott lenni 2 millió forint saját bevétel, amit az állambács itt hagy nekünk. Azt nem kell odaadni az államnak, egy kifizetni, hanem abból bármit felújíthatunk, vagy vásárolhatunk. És azért annyi év alatt már olyan 16 millió forintunk, most nem az, hogy tartalékban van itt, de van tartalékunk is, hála Isten, minden évben egy olyan 2 millió forint bevételünk volt. A faluban egyelőre nincsenek közösségi rendezvények, de remélik, hogy idén már sikerül megtartaniuk a fontosabb programokat.